Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter arra szólítja fel a Hamaszt, ha valóban törődnek a gázai emberekkel, akkor fogadják el Izrael tűzszüneti ajánlatát. Úgy látszik, hogy nem törődnek velük, mert eddig nem érkezett válasz a terrorcsoporttól. Bár vannak arra utaló jelek, hogy a Hamas nem fogadja el az ajánlatot. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter szerint a terrorcsoport válaszából ki fog derülni, hogy tényleg érdekli-e őket a gázai emberek sorsa. A Hamasnak kell eldöntenie, hogy elfogadja-e az ajánlatot, és tényleg javítani akarja-e azok helyzetét, akikről állítólag gondoskodik Gázában. Blinken továbbra is ellenzi Rafah megszállását, Izrael szerint viszont meg kell semmisíteni a Hamas utolsó seregeit is, és ki kell szabadítani a túszokat. Elhatároztuk, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk azért, hogy túszainkat hazavihessük. Az események egyik diplomáciai következménye az, hogy Kolumbia megszakította kapcsolatát a zsidó állammal. Izrael ENSZ nagykövete úgy nyilatkozott, hogy a nemzetközi szervezet minden palesztin terrorista valóra vált álma, és azzal vádolta az ENSZ-t, hogy globális antiszemita hullámot indított el, mely az amerikai egyetemekre is kiterjedt. A hatóságok elkezdtek fellépni az Izrael ellenes tüntetésekkel szemben, és mintegy 1000 tüntetőt tartóztattak le országszerte. Ma reggel a UCLA kampuszon tüntetők és rendőrök csaptak össze, amikor a rendőrök megkezdték a tüntetők sátortáborának felszámolását. A rendőrség szerint a texasi egyetemen letartóztatottak közel fele nem is az egyetem diákja. A külsős felbújtók letartóztatása során fegyvereket, baltákat és más harci eszközöket találtunk náluk, amelyeket a rendfenntartók elkoboztak. A kongresszus elfogadta, hogy összhangba hozzák az oktatási törvényt a zsidó diákok védelmével. Ez a törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy az egyetemeinket megfertőző, a Hamasztól induló gyűlölet, antiszemita diszkrimináció, amely polgári jogot sért. A leghevesebb antiszemita megnyilvánulásokra a New York-i egyetemeken került sor. A polgármester szerint ez egy világméretű radikalizálás része. Globális problémával állunk szemben. A fiatalokat olyanok befolyásolják, akik mesterei gyermekeink radikalizálásának. Mindeközben a Biden kormányzat olyan intézkedéseket indított, melyeknek célja már az Egyesült Államokban tartózkodó palesztinok Gázában élő rokonainak Amerikába juttatása. A CBN News Julie Stahl tudósította Jeruzsálemből. Megérkeztünk a hivatásos tüntetők és hivatásos felbújtók korába. Már korábban is volt ilyen, de egészen megdöbbentő látni ezt a nagyon összehangolt gépezetet. Úgy tűnik, mintha alvó állapotban már jelen lett volna az egyetemeinken, és csak október 7-e kellett hozzá, hogy lángra lobbanjon. Október 7-e úgy kell, hogy bevonuljon a történelembe, mint az egyik legrosszabb dolog. Remélem, hogy a legrosszabb dolog, amely valaha is megtörtént Izrael államával. De ennek révén az egész világon végig söpört az antiszemitizmus, és meglepő módon a saját egyetemeinken is ezt láthatjuk. Ha a dolgok mögé nézünk, akkor azt kérdezzük, hogyan történhetett meg ilyesmi? Hogyan jelentek meg hirtelen az egyetemi kampuszokon? Mindenütt ugyanolyan poszterek, ugyanolyan pólók, még a sátortáborokban is egyformák. Hogy történhetett meg ilyesmi? Hogy történhetett meg ilyen gyorsan? A tüntetések ilyen gyors terjedése az egyetemeken országszerte kérdéseket vet fel. Ki áll mindezek mögött? John Jessup összefoglalója következik a témában. John? Tüntetés tört ki több tucat egyetemen néhány héten belül. Elemzők szerint túl szervezetnek és finanszírozottnak tűnnek ahhoz, hogy ilyen spontán történjenek. Megvizsgáltuk, hogy ki állhat a háttérben. Zsidónak lenni most a Michigani Egyetemen valóban ijesztő és kellemetlen. Rengeteg antiszemita van az egyetemen, és ez nagyon felkavaró. Jack Landstein elmondta, hogy milyen zsidónak lenni a Michigani Egyetemen. Rengeteg a kiabálás, hogy a folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz. Intifáda, intifáda, megafonba kiabálnak. Bemennek az épületbe, a könyvtárba, ahol nagyon nehéz a tanulóknak így tanulniuk és koncentrálniuk. Félek a Dávid csillagot kívülviselni.
Lenstein nincs ezzel egyedül. Amit tesznek, az egy egyértelmű üzenet a zsidó hallgatóknak, hogy nem szívesen látják őket az egyetemeken, és az egyetemi vezetők nem védik őket meg szemben bármely más csoporttal. Dr. Jay Greeny, a Heritage Alapítvány oktatáspolitikai szakértője kifejtette, hogy milyen jelekből gondolja azt, hogy szakértelem és profi szervezés áll a tüntetések mögött. Csak kis utalásokat találunk, de ezek azt mutatják, hogy a Soros Nyílt Társadalom szervezete és a Rockefeller testvérek szervezete finanszírozták külföldi szervezetekkel együtt. Láttuk, hogy emberek külföldi szervezetekkel kapcsolatban oktatáson vettek részt, és erről vannak közzétett beszélgetések, dokumentumok. Elég nyilvánvaló, hogy ez egy kívülről támogatott és szervezett megmozdulás. Ugyanazokat a stratégiákat látja a különböző kampuszokon zajló tüntetéseken. Ami közös mindenben az az, hogy mindez egyetemeken zajlik, ezzel is nehézzé téve ennek a beszüntetését, mert így nem kell onnan elmenni a tüntetőknek. A másik jel, hogy nyilvános tereken vannak jelen, megnehezítve, hogy az embereknek a munkába vagy órákra jussanak, anélkül, hogy keresztül kellene menni a demonstrálókon. Sajnos nagyon hatékonyan leállítják az egyetemek normál működését. Megfigyelt egy erős közel-keleti kötődést is. Láttunk embereket, akik a Közel-Keletről jönnek, hogy kiképezzék őket. A legfontosabb kapocs a Közel-Kelet és a tüntetők között, hogy nagyon nagy számban vannak jelen a tüntetéseken közel-keleti származású egyetemisták. Amíg a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy amerikaiak nem támogatják a demonstrációt, a tüntetők pozitív megerősítést kapnak máshonnan. Irán külügyminisztériuma tagadja a jelentéseket, miszerint tüntetőket tartóztattak le, habár az iszlám rendszer hagyományosan letartóztatott, bebörtönzött és ki is végzett diákokat a határain belül. Az iráni iszlám köztársaság nem fogadja el a diákok erőszakos és felfegyverzett válaszát és követeléseiket az amerikai egyetemeken. Elutasítja ezt a megközelítést és aggasztónak találja. Fontos, hogy a nemzetközi közösség észrevegye ezt a problémát. Észrevegye és cselekedjen. A közösségi médiában a Hamas dicsőítette a tüntetést, míg figyelmeztette a Biden adminisztrációt, hogy a demonstrációk folytatódni fognak. Greeny zavargásoktól tart, és úgy gondolja, hogy sok demonstráció át fog terjedni az egyetemekről máshova. Akár az augusztusban Chicagóban tartott demokrata választógyűlésen is akciót tarthatnak. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem. Az abortusz kérdésére térve, Arizona szenátusa megszavazta a majdnem teljes abortusztiltás visszavonását. Az állam legfelsőbb bírósága hetekkel ezelőtt fenntartotta az 1864-es törvényt, ami nem tett kivételt csak az anya életének védelmében. A képviselők már megszavazták a visszavonást, és a kormányzó várhatóan alá fogja írni. Kamala Harris alelnök Floridában kampányolt az abortuszjogokért, ahogy az állam 6 hetes tiltása életbe lépett. A törvény kivételt tesz, ha az anya vagy a gyermek élete veszélyben van, valamint erőszak, vérfertőzés és emberkereskedés áldozatainak, de csak a terhesség 15. hetéig. Florida szavazói novemberben fognak dönteni az abortuszról. Hatalmas változás történt Amerika egyik legnagyobb felekezetében. Az Egyesült Metodista Egyház az éves gyűlésén feloldotta a tilalmat a meleg lelkészek ellen. A felekezet vezetői jóváhagyták a döntést, amit a progresszív gyülekezetek már régóta szorgalmaztak. Nem minden gyülekezet ért egyet az LMBTQ befogadással, ami szakadást okozott. Az elmúlt 5 év alatt a gyülekezetek negyede vált ki a felekezetből. Több állami per mögött a Biden adminisztráció új transzgender szabályai állnak. A változtatások megengednék biológiai férfiaknak, hogy a lányöltözőt használják, és kényszerítenék a biztosító cégeket, hogy fizessék a nem változtató beavatkozásokat. Mindezt az indította el, hogy a Biden adminisztráció az egyenlő esélyekről szóló törvényben újra definiálta a nemet, hogy magába foglalja a gender identitást és az egyén saját meggyőződését az identitásáról. A kongresszus 1972-ben állította fel azt a törvényt, ami egyenlő esélyeket ad a lányoknak a sport és egyéb iskolai foglalkozás terén az egyetemig bezárólag. A módosítás kritikusai azzal vádolják a kongresszust, hogy azoknak ártanak, akik védelmében született a törvény.
Ez igazából az 52 éve fenntartott esélyegyenlőség lebontása a közoktatás területén. A terv szerint augusztus 1-én életbe lépő szabályzatok megengednék, hogy férfiak, akik nőnek mondják magukat, beléphessenek például a női mosdókba vagy öltözőkbe. Akár a többnapos iskolai túrákon is. Van egy eset Coloradóban, ahol a tankerület egy fiatal lánynak azt mondta, hogy a túra alatt egy fiúval kell majd az ágyon osztoznia. Habár a Biden adminisztráció később tervez dönteni a sport területén, szakértők nem várnak jobb döntéseket. Tudjuk, hogy milyen károkat fognak okozni a női sportolóknak. A szövetség a szabadság védelmében pert indított a Biden adminisztráció ellen a Rapids Parish Louisiana tankör nevében. Várhatóan több pert fogunk indítani országszerte diáksportolók és bárki nevében, akiket megkárosított az, hogy a kormány törvénytelenül újra definiálta a nemeket. Hasonló perek indultak Texasban, Floridában, Oklahomában, Mississippiben, Montanában, Dél-Karolinában és Idahóban. A Biden adminisztráció az egészségügyet is elővette, kimondottan a szövetségi szinten támogatott biztosítási programokat, mint az Obamacare. A nemi diszkrimináció elleni kikötés most már a genderidentitást is magába foglalja. A nemi átalakítások, procedúrák, pubertás blokkolók a gyerekeknek, mindez beletartozik. A lelkiismereti kifogásokkal is szembe mehet. Tehát orvosok, akik akár hitbeli meggyőződésből nem tanácsolják, vagy akár egészségügyi szempontból vélik rossz ötletnek a gyermekek kezelését, ők is veszélybe kerülhetnek. Még nem tudni, hogy a bíróságok vagy akár a kongresszus közbelépe az új szabályzat megállítására. Lori Johnson, CBN News. A Tennessee Volunteers csapata a második legerősebb csapatként jutott az NCAA, vagyis az egyetemi bajnokságba. Nemrég Rick Barnes edző beszélt arról, milyen hosszú út vezetett a csúcsig, és hogy mi a legfontosabb lecke. Rick Barnes, a Tennessee Volunteers vezető edzője, döntős a kosárlabda hírességek csarnokában. A közel 50 éves edzői pályafutása alatt 8 alkalommal juttatta el csapatát az egyetemi regionális elődöntőig, háromszor a legjobb 8 közé, és egyszer a legjobb 4 közé. 2019-ben az év edzője címre jelölték. A játék iránti szerelme egy Hickory nevű városban kezdődött. Amikor első nap beléptem a Canvas általános iskola tornatermébe, egy levágott szárú rövidnadrágban voltam mezitláb, még póló sem volt rajtam. Ott volt a tanfelügyelő, és felém pattintotta a labdát. Dobd rá! Ez volt az első alkalom, hogy kosárlabdával dobtam. Ahogy közeledett a 8. osztály, már nem nagyon érdekelt a többi sport, csak a kosarazás. Miért kezdett el edzősködni? Ez azokkal a 8. tanárokkal kezdődött, akik edzők is voltak. Egyszerűen tudtam, hogy én is azt akarom csinálni, amit ők. Szeretnék jó hatással lenni a fiatalokra. Úgy érzem, ez a valódi oka annak, hogy Isten az edzősködés irányába terelt. Isten fontos szerepet játszott az életében, már tinédzserként megtért. Egy Billy Graham összejövetelt néztem, és világosan emlékszem, ahogy térdre zuhanok a tévé előtt, és kérem Jézust, hogy legyen része az életemnek. Dolgozott a George Mason, a Providence és a Clemson csapataival. 98-ban ő lett a Texas Longhorns vezetőedzője. 2003-ban, közel 60 év után ő vitte be először a csapatot a legjobb 4 közé. Szakmailag a csúcson volt, de a személyes életét a feszültség jellemezte. Büszkeség, féltékenység, bűnös vágyak, minden ilyesmi. Nem az a férj, apa vagy edző voltam, akinek lennem kellett volna. Egyre inkább rólam szólt a dolog. Magamra figyeltem. 2006-ban tinédzser lánya és fia megmutatta neki, milyen az őszinte szeretet. A lányom közölte, hogy ha most meghalnék, a pokolba kerülnék. Erre mérges lettem és otthagytam. Beültem a kocsiba, elmentem egy dombtetőre, félreálltam, és elkezdtem sírni. A lányom ugyanis ezt nagyon nagy szeretettel mondta. Arra utalt, hogy szeretné, ha együtt töltenénk az örökké valóságot, de amilyen most vagyok, úgy nem fogom. És igaza volt. Vannak idők, amikor jól mennek a dolgok, sorra nyerjük a meccseket, sikeresek vagyunk, sokat keresünk, meg ilyesmi, de amikor nem mennek jól a dolgok, mélyen belül érezzük az űrt, hogy valami hiányzik. Nem tudom, hogy mi vitt rá, hogy ne a helyes dolgok
dolgokat keresem, hanem hogy önző, öncélú legyek, de Isten mégis megtartott, megmentett ezekből. Már elveszítettem a napi személyes kapcsolatot vele, és amikor ismét az életem középpontjába került, akkor voltam a legboldogabb. Akkor éreztem magam leginkább biztonságban. Megértettem, hogy ő soha nem hagyott el. A texasi csapat 17 szezonon keresztül példátlan sikert ért el Barnes edző vezetése alatt. Ennek ellenére 2015-ben kirúgták, mert nem jutottak be az egyetemi bajnokság második körébe. Azonban kiderült, hogy ez egy áruhás áldás volt, hiszen abban az évben a Tennessee Volunteers vezetőedzője lett. Amikor megérkeztem, azt akartam, hogy másnak lássanak. Hogy van valami más ebben a Barnes edzőben. Nem az, hogy na, ő nem olyan kemény, mint mások, hanem hogy tegyék fel a kérdést, hogy vajon mi teszi őt különbözővé a többiektől, és akkor elmondhassam nekik, hogy Jézus Krisztus az életem központja. Az edzéstervünket modellé akartam tenni, hogy ne kövessem el azokat a hibákat, amiket a korábbi csapataimnál elkövettem. Szerettem volna elérni, hogy egy nagy család legyünk. A héten megkezdődik az országos egyetemi bajnokság, és Barnes edző igazán magasra tette a lécet. A célja nem kevesebb, mint mindent megnyerni. Azonban arra is edzi a csapatot, hogy bármi is történik, Isten az ura mindennek. Itt a Tennessee-vel éppen hogy lecsúsztak a legjobb négy helyről. Ha jól tudom, akkor ebben az évben inkább a védekezésre tette a hangsúlyt. Van egy nagyszerű dobója, Dalton Connect. Mit jelentene önnek, ha bejutnának a legjobb négy közé? Ez már egy különleges hely. Azzal, hogy képesek leszünk a legjobbak között megállni, egy álom válik valóra. Sok kemény munka eredménye lesz. Erre hajtunk, mint minden csapat az országban. Ha ez Isten akarata, és remélhetőleg az, hát nagyon szeretném megélni. Mindenki azt mondja, Isten jelen van, ő segít neked, meghallgat, lát téged, ismer téged. De akkor miért ér engem bántalmazás? Úgy éreztem, Isten elhagyott engem. Talisha Thomas nem mindig érezte azt, hogy Isten cserben hagyta. Gyerekként szeretett gyülekezetbe járni. Egy pásztor gyermekeként nyomást érzett, hogy jó képet mutasson. Néha úgy éreztem, mintha hal lennék az üveggömbben, és mindenki engem nézne. Ha valami rosszat tettem, igyekeztem titkolni, mert nem akartam, hogy bárki megtudja. Középiskolában újabb rejtegetni valója lett, gyógyszerfüggősége. Egészségügyi problémákra kapott fájdalomcsillapítót. Aztán depressziójára Xanaxot. Mindkettőre hamar rászokott. Egyfajta menekülés volt a valóságtól, amikor begyógyszereztem magam. De a hatás elmúltával maradt a kettős élet miatti szégyen és bűntudat. A középiskola elején egy távoli rokon kezdte bántalmazni fizikailag és érzelmileg is. Kérte Istent, hogy legyen vége, de nem lett. Annyira elhagyatott voltam, amit addig Istenről hallottam, az távolabb volt az igazságtól, mint amit tapasztaltam. Folyamatos gyógyszerfüggősége ellenére Talisha fenntartotta magáról a jó keresztény látszatot, miközben egyre távolabb került Istentől. Aztán 17 évesen az interneten talált egy újabb fájdalomcsillapítót, a pornót. Amikor az első pornófilmet néztem, éreztem, hogy felszabadul az endorfin. Szó szerint olyan érzés volt, mint amikor bevettem a gyógyszereimet. Ugyanaz a nyugalom és jó érzés volt, hogy semmi más nem számít a világon. Mire Talisha kollégiumba költözött, egy két éves keresztény vezetőképzésre már teljesen felcserélte gyógyszereit a pornóra. Tényleg úgy éreztem, hogy egy mély lyukba zuhanó spirálra kerültem. Volt, hogy úgy rákattantam, hogy egész éjszaka fent voltam. Isten tiszteleten kimentem a mosdóba pornót nézni. Néha vezetés közben félreálltam, hogy pornót nézzek. Olyan mértékben uralmat vett az életemen, ahogy azt el sem tudtam képzelni. A fokozódó függőség ellenére elhitette magával, hogy ez nem árt. Úgy voltam vele, hogy ó, ugyan pornót nézek, de nem paráználkodom. Egész életemben így óvatoskodtam. Én nem ártok senkinek. Ezt mondtam magamnak, hogy senkinek nem ártok. De eközben végig magamnak ártottam.
Miután lediplomázott, gyakornokként dolgozott egy gyülekezetben, de túl nehéz volt fenntartani a látszatot. Nem mondhatom el senkinek, hogy mi van velem, mert az tönkretenni a rólam alkotott véleményüket. Úgy voltam vele, Istenem, annyira kimerültem. Tudom, hogy nem ezt tartogatott számomra, de nem tudom, hogy mi van veled. Annyira magamra maradtam. Felsültem, elkeseredtem, és így tovább. Nem is tudom, valahogy úgy éreztem, hogy már nincs mit adnom. Valakinek el kell mondanom az egészet. Egyik este elhatározta, hogy bevallja függőségét szobatársának, egy másik gyakornoknak. Annyira féltem bevallani, de ugyanakkor meg is könnyebbültem, hogy végre elmondhattam valakinek, milyen súlyossá vált a dolog. Legalább nem érzem magam egyedül. A szobatársa ajánlott egy programot, amit traumával és függőséggel küzdő nők számára indítottak. Szó se lehet róla. Na nem. Úgy éreztem, ehhez magának Istennek kellene lejönni a mennyből és ezt mondania. Talisa szerint gyakorlatilag ez történt, amikor következő vasárnap Isten szólt hozzá a prédikáción keresztül. Isten valamiért a prédikátor szívére helyezte, hogy kifejezetten a szexuális függőséggel küzdő nőkhöz szóljon. Emlékszem, ahogy ott ültem, és azt gondoltam, tényleg hall engem. Olyan hosszú ideig nem tudtam, hogy hol van Isten. Nem tudtam, hogy tényleg lát-e engem. De abban a percben teljesen úgy éreztem, hogy lát, és szeret még ebben a nyomorult állapotban is. Másnap Talisa bevallotta függőségét a vezetőségnek. Imádkoztak érte, buzdították és segítettek neki jelentkezni a programra. Annyi hazugságot hajtogattam magamban. Undorodni fognak tőled, még beszélni sem akarnak majd veled. Mégis megtettem, és pont az ellenkezője történt. Pont az ellenkezője. Rengeteg szeretetet kaptam. A program során Talisa megszabadult függőségéből, és újra odaszánta magát Istennek. Elmondtam Istennek, hogy meg kell bocsátanom neki, mert ez akadályoz abban, hogy közeledjek hozzá. Nehezteltem rá, hogy hol volt ő, míg velem ezek történtek. De nem ő ment el, hanem én távolodtam el tőle egyre messzebb. Én építettem a falakat közénk. Ma már boldog és gyarapodó családban él. Életmód tanácsadóként most más traumával és addikcióval küzdőknek segít bejutni az Istentől jövő szabadságba. Sokkal többek vagyunk, mint amit magunkról látunk. Többek, mint amit érdemlünk, vagy amit érünk. Többek vagyunk, mint a függőség és a trauma, amit megéltünk. Isten annyira jó és átsegít. Nem kell egyedül és elhagyatva éreznünk magunkat, mert Isten nem olyan. Ő elérhető mindenkinek.